Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon. Ez egy rendhagyó vlog lesz itthonról, ugyanis egy nagyon sokkoló és érdekes történettel készültem nektek. Hát most már nyugodt szívvel tudok beszélni róla, de hát akkoriban szinte depressziós voltam tőle, tehát rettenetesen felzaklatott. Kényszer leszállás Izlandon, Reykjavikban, ahogy a cím is mutatja. De hát mielőtt még neki fognék ennek és elmesélném a fő pontját, fő momentumát ennek a kényszer leszállásnak. Először is bevezetőként szeretném elmondani, hogy mi is történt konkrétan. Hát általában elég hosszasan elemzem az utazásaimat, hogy hova is menjek és mi mennyibe kerül. Hát Kanada rajta volt a bakancsistámon mindig is, és mindenképp szerettem volna a Niagara vízesést megnézni, viszont általában olyan 1200 eurótól kezdődtek a repjegyek Kanadába, hát valószínűleg azóta még többe kerül, ugyanis az energiaválság miatt felment az ára szinte mindennek. Szóval találtam egy nagyon olcsó repjegyet, kicsit kombinált fogás volt, ugyanis Kolozsváron élek, ugye, és Kolozsváról először is el kellett vonatoznom Budapestre, aztán Budapestről Lott Polish airlines ről tehát a lengyel légitársasággal indultam, és Varsói átszállással mentem volna a Torontóba, az az érdekes, hogy ha visszafele ugyanúgy Budapesten keresztül jöttem volna, akkor sokkal drágább lett volna. Így viszont, hogy visszafele Toronto, Varsó és Varsó Kolozsvárt választottam ki, így csupán 620 euróba került volna oda vissza, tehát tényleg ahhoz képest, hogy Kanadáról beszélünk, nagyon olcsó. Viszont leadott csomag nélkül, tehát csak egy hátizsákkal, ami nekem elég volt, ugyanis csak pár napra szerettem volna menni Kanadába, Torontóhoz elég olyan három nap, ezt uh, sikerült uh, kielemezni, ugyanis nincs olyan sok látványosság, és Torontótól viszont csak két órára van vonattal Niagara, és uh, a kanadai oldalát meg lehet nézni a vízesésnek, szóval ez lett volna igazából a fő úti tervem. Egyébként Torontóban elég drága a szállás is, tehát tényleg egy optimális volt az úti terv, hogy nem fizettem leadott csomagot, csupán kézi csomagom volt, ugyanis öt éjszakányi ruha, öt napnyi ruha azért simán belefér egy háti táskába is, szóval ebből a szempontból minden rendben volt, alig vártam már az utazást. Sikeresen landoltunk Varsóban, a problémák ezután következtek. A Varsó-Torontó járaton volt egy részeg srác, aki hát végül is egy cikkben olvastam, hogy kanadai állampolgár volt, de eléggé arab képű srác, igazából ilyen francia arabnak tippeltem, mikor megláttam az arcát. Tehát konkrétan az volt, hogy nyugodtan utaztunk a repülőn, már Grönland fölött repültünk, és egyszer csak azt hallottam, hogy a Gelliben, tehát hátul, valaki nagyon ordibál, és több utas is hátra ment megnézni, hogy mi a probléma. Hát én nem voltam szívbajos, inkább csak nyugodtan olvastam a könyvemet tovább. Aztán láttam, hogy lassan visszajönnek az utasok, a régi kísérők nem voltak valami kedvesek, tehát azt mondták, hogy nem fognak végigmenni százszor a repülőn, hogy kiszolgálják az utasokat. Persze ilyen hosszú úton érdemes egyfolytában hidratálni magunkat, mert eléggé kiszárad az emberi test. Szóval hátra mentem kérni egy vizet, és akkor láttam, hogy ezt az arab képű srácot két hatalmas kigyúrt, hát később megtudtam, hogy angol férfi, így a két karjánál fogva tartja. És egyfajta távon ordibált a srác, hogy miért nem adnak neki több piát. Tehát abszolút be volt lőve, de ahogy néztem a szemeit, szerintem belett valami pirulát is, tehát valószínűleg drogozott is. És hát ezt a többi utastól tudtam meg, meg akarta verni a stuart ezt a légiutas kísérőt, ugyanis nem adott neki több alkoholt, és annyira bekattant az agya, hogy tényleg bedurvult, és neki akart menni a, a nőnek. Szerencsére ez a két angol valahogy ott volt a környéken, és ők fogták le. De nyilván ez nem volt elég. Tehát párszor kiszabadult, vagy nem tudom, elengedték, vagy ilyesmi, és próbáltak kinyitni az ajtót is. Tehát abszolút idióta volt a srác. Egyébként ettől ne jegyetek meg, mert erről azt olvastam, hogy csak is egy szupermen, erősségű ember tudná repülés közben kinyitni az ajtót. Tehát bármennyire is erőködik az ember, meg ott vannak az utasítások, hogy hogyan lehet a, a vészkiáratot kinyitni. Ezt nem lehet, tehát akármennyire is piszkálja az ember. Ettől függetlenül veszélyes volt a srác. Nyilván próbálták megnyugtatni a srácot, a légi utas kísérők is, valamint az utasok is. Hát ez sajnos nem sikerült. Az a baj, hogy túl sok időt fecséreltünk el ezzel, és még mindig másfél órára volt Kanada, a pilóta pedig bejelentette, hogy inkább visszarepülünk Reykjavíkba. Hát a keze meg van kötve ilyenkor, ugyanis muszáj a legelső, tehát a legközelebben fekvő biztonságos reptéren landolni, és a pilóta bemondta, hogy sajnos az egyik utas annyira veszélyes, hogy tényleg nem tudja biztosítani azt, hogy az utasok épségben megérkeznek Kanadába, valamint a repülőgép épsége is kérdéses. Hát azért uh, nyilván úgy, hogy le volt fogva ez, a, ez, az arab képű, nem tudom, hogy ez mennyire volt igaz, de a lényeg a lényeg, végül is visszafordultunk, ezt a srácot valahogy lenyugtatták. Nyilván az is uh, egy érdekes pont, hogy miért nincs az ilyen repülőkön, az ilyen hosszú távú repülőkön valamilyen tiszt, vagy valamilyen rendőr, vagy bármi ilyesmi. Amerikában ez nyilván adott, ott vannak úgynevezett légi marsallok, a filmekben is lehet ilyeneket látni, szóval ők tudnak ilyen szituációkban reagálni, viszont itt hiába mondták az angolok, hogy ők megkötözik a srácot, vagy ilyesmi, mondták a stewardess-ek, hogy ezt abszolút nem szabad, és nem tehetnek ilyet. Szóval inkább egy órát repültünk visszafele Grönlandtól Reykjavíkig, Izland fővárosáig, mint hogy másfél órát repüljünk egyenesen Montrealig. Hát hogyha sikerült volna Kanadában landolni, Akár busszal is elmehettünk volna Montreálból Torontóig, de hát a protokoll az protokoll elő van írva, hogy ilyen vészhelyzetben hogyan kell reagálni. Már szinte landoltunk, ez az arab megint akcióba lépett, és nem tudom, mit akar, de elkezdett szaladni előre a pilóta fülke fele. Ekkor már egy magyar honfitársam is közbelépett, ő teperte le ezt a, ezt a srácot. Aztán az angolok is gyorsan megjelentek. Szóval ekkor már tényleg teljes volt a káosz. Éppen landoltunk, a gyerekek sírtak, többen visítozni kezdtek, szóval abszolút ilyen thriller, horror feelingje volt az egésznek. Sokan videóztak, hát nem tudok nektek felvételt bevágni róla. Egy, azért, mert a YouTube letiltaná. Kettő, én nem láttam azt jónak, hogy én videózok egy ilyen szomorú, vagy szörnyű, vagy abszolút sokkoló pillanatban. Szóval, inkább csak a könyvemben kerestem menedéket, és olvasgattam, persze amennyire tudtam, azért párszor abbajtam, és odafigyeltem, hogy mi is történik, de a srácot leütötték, tehát tényleg a padlóra le volt teperve, ekkor is ordítozott, hogy ezt nem tehetik vele, meg stb. Szóval az agya abszolút el volt borulva. Landolás után megjelent 10 izlandi rendőr, és egyből bilincsbe verték a srácot. Volt egy harmadik angol is egyébként, akinek csak a szája volt nagy, és most abszolút kikelt magával elkezdett ordítozni, hogy miatta nem fogunk majd Torontóba érni, és most legyen nagy legény, mikor tíz fegyveres rendőr megjelent, most menjen nekik, meg most hőbörögjön, szóval eléggé nagy volt a hangzavar, akkor az egyik anyuka ott elkezdte nyugtatni ezt az angolt, hogy inkább ne már ilyen ocsmányságokat, mert többek között azt is mondta, hogy majd a fenekét fogják majd használni a raptársai, szóval ezt így szépen megfogalmazva mondtam, nyilván ő más kifejezéseket használt, szóval azt kiabálta, hogy a börtönben legyen majd nagy legény, ne amikor 300 utas társával kibabrált. Nos hát tényleg kibabrált, ugyanis három órát tartózkodtunk rejkjavékban, fel kellett venni a jegyzőkönyvet, a stewardessek oda mentek több utashoz és hogy elkérjenek tőlük bizonyítékokat, tehát fotókat, videókat, és miután minden papírt kitöltöttek, akkor szólt a pilóta, hogy most már lejár, le fog járni a munkaidejük, mert hogy ez is protokollban van, hogy csak is 14 órát dolgozhatnak. Hát csak is idézőjelben, 14 óra az rengeteg. Tehát nem repülhettünk már aznap Torontóba, hanem muszáj visszarepülnünk Varsóba. Helyi idő szerint este 9-kor indultunk vissza Varsóba, és hajnal 2-kor érkeztünk meg. Nos hát, délután kettőkor indultunk Varsóból, tehát összesen 12 órát voltam úton, úgyhogy nem jutottam sehova. Nos hát most már kisi elnézőben nyilatkozok a stewardessekről, ugyanis valószínűleg csak a nyugalmat szerették volna megőrizni, hogy ne legyen pánik vagy ilyesmi, tehát azt mondták nekünk, ami teljes hazugság volt, hogy landoláskor egy teljes csapat fog majd ránk várni, és kapunk majd szállást, valamint másnap már repületünk is Torontóba. Nos hát ebből semmi sem volt igaz, tehát akkor nagyon mérges voltam a stewardessekre, ugyanis biztosan tudták, hogy ebből semmi sem igaz. Szóval landoltunk és egy szellemreptér várt ránk. Csak pár biztonsági őrt találtunk, akik a repteret őrizték, tehát abszolút azt sem tudták, hogy mi landolni fogunk meg, hogy kit kéne felhívni, szóval mi kellett neten rákeressünk, hogy a Lot Polish Airlines telefonszáma mi is konkrétan, és kit lehetne felhívni, vagy mit lehetne csinálni. Szóval abszolút nem reagáltak arra, hogy volt ez a kényszer leszállás, és mi pedig éjjel kettőkor érkeztünk vissza Lengyelországba. Aztán végül is találtunk egy ügyfélszolgálati pultot, ahol ki volt írva, hogy majd reggel 5-kor, tehát hajnal 5-kor kezdenek majd el dolgozni. Hát ötig ig vártunk, Szerencsére én ott voltam a sor elején, és hamarabb sorra kerültem, de hát összesen hárman jelentek meg, ők is ilyen félórás különbséggel, tehát 5 órakor megjelent egy nő, aztán fél hatkor még egy, 6 órakor pedig egy, egy srác, és egy 300 főből álló sort így próbáltak kiszolgálni, szóval abszolút horror történet volt ez is, ugyanis ott vártunk hajnal 2-től 5 hát ötig, amíg megjelentek, aztán igazából én hajnal, már igazából reggel hétig, tehát hétkor kerültem sorra, ugyanis előre engedtük az idősebbeket, valamint a mozgás hiába voltunk a sor legleg -leg elején, ugyanis én elég gyorsan sikerült a hosszú lábaimmal megkeresni, bejárni a repteret, és minél hamarabb az elsők közt megkeresni, megtalálni ezt a ezt az ügyfélszolgálati pultot, szóval hiába lettem volna ott a leges legelső, azért az nem lett volna szép csak úgy mindenkit várakoztatni. Szóval mi történt? Azt mondták, hogy nincsen aznap, tehát igazából már aznap, tehát a az kiindulási naptól számítva másnap, nincsen repülő, ugyanis teljesen tele van az aznapi torontói járat, és nem tudnak nekünk csak úgy előhalászni még egy plusz repülőt, amire felraknának 300 embert, és ekkor azt mondtam, akkor inkább visszakérem a pénzemet, és nem tudták, hogy mikor fogunk menni Kanadába, úgy gondolták, hogy lehet, hogy majd két nappal később, de ez nem biztos, Nyilván addig adták volna a hotel tehát ingyenes szállást az biztosítottak volna, de ez engem nem nyugtatott meg, ugyanis túlságosan bizonytalan volt, és nem akartam a szabadnapjaimat sem elvesztegetni a semmire, szóval inkább kértem egy visszajáratot Kolozsvárra, de hát ez sem volt olyan egyszerű, ugyanis aznap nem volt járat Varsóból Kolozsvárra, csak második nap, szóval kaptam két éjszakára ingyen szállást egy hotelben. Hát nyilván az első éjszaka az már el is ment, ugyanis reggel fél nyolcra értem oda, aztán abszolút fáradtam, beestem az ágyba, kicsit sétáltam aztán Varsóban, de végül is csak visszaértem Kolozsvára, kétszer szabad napot elvesztegetve, de legalább biztos, ami biztos, nem vesztegettem el még többet, szóval ez egy füstbe ment terv volt, azóta sikerült végül is visszakapni a pénzt, tehát visszautalták a repjegynek az árát, viszont ez sem volt teljesen szép tőlük, ugyanis csak is a varsó torontó és a torontó varsó járatokra térítették vissza az összeget, ugyanis azt mondták, hogy a Budapest Varsót és a Varsó Kolozsvárt azt lerepültem, tehát nyilván én nem akartam Varsóba menni, tehát ez is egy ilyen pofátlan intézkedés volt, de végül is két hónapra rá az esetre sikerült a pénzemet visszakapnom legalább. Ez még azt tenném hozzá, hogy 12 órával a bejelentkezés előtt szóltam a tulajnak, tehát Airbnb-n foglaltam szállást és nem szállodába, hogy kényszerleszállás, valamint problémák, és, és ezt nem vette figyelembe, szóval csak is az Airbnb-vel kötött szerződés, foglalási szerződés alapján kaptam vissza az öt éjszakából négy éjszaka árát, az első éjszakát viszont semmiképp sem adta vissza, tehát maga a szállásadó, hogyha rendes lett volna és megértő, akkor ezt is visszatérítette volna, ugyanis 12 órával előtte szóltam, hogy lehet, hogy nem fogok megérkezni, aztán hajnal, amikor már Varsóval landoltunk, akkor írtam neki újra üzenetet, hogy most már biztos, hogy nem fogok, valószínűleg nagyon biztos, hogy nem fogok Varsóba érni még aznap, szóval nem volt megértő, és az első éjszakárát azt elvesztettem. Amíg a reptéren vártunk a sorban, addig összeismerkedtem, összebarátkoztam pár utas társammal, eléggé sokkoló volt a hitehajott és szomorú arcokat látni, hát volt egy lány, aki konkrétan sírt, ugyanis egy operációra, egy sürgős operációra kellett volna eljutnia, tehát tényleg egy ilyen részeges, drogos idióta miatt 300 ember szenvedjen és pénzt veszítsen, időt veszítsen, vagy akár nagyobb problémák is felmerülnek, ugye, mint például a lány esetében. Hát voltak pár, akik nagyobb vehemenciával kiabáltak, vitatkoztak, és aztán a biztonsági őrök jöttek oda, azt sem találtam teljesen szépnek, hogy ott elkezdtek magyarázni nekünk, hogy nyugodjunk le meg, mit tudom én. Hát abszolút nem volt kezelve a helyzet, még egy pohár vizet se kaptunk, amíg ott álltunk sorba, tehát teljes volt a káosz, de hát végül is valahogy sikerült aztán ágyba kerülni és pihenni, de hát nehéz volt az egészet feldolgozni, főleg az, hogy a kanadai álmom az nem sikerült, a másik pedig az, hogy időt és pénzt is veszítettem. Nos hát, mit mondjak erre? 250 repülő úton vagyok túl, és uh, lehet, hogy már kellett egy ilyen is, ahogy szokták mondani, egy, egy ilyen uh, landolás. Hát reméljük, hogy soha többet nem fog előfordulni senkivel az egész világon. Ez volt tehát az utazásom története. Remélem, hogy többet ilyen sokkoló sztorikat nem fogok majd posztolni, és uh, azt is remélem, hogy azért érdeklődéssel hallgattátok, hogy miken mentem keresztül, és uh, milyen kálvária volt. Kérlek, iratkozzatok fel a csatornára, ha ezt még nem tettétek meg. Nagyon fontos megnyomni a csengő gombot, és így biztos értesültek majd az új tartalmakról. Legyen szép napotok, sziasztok!